Több faültetési akciót is szerveztek Bonyhádon a napokban. Elsőként a 10 millió fa országos mozgalom részeként és november 9-éhez, az élet napjához kapcsolódva facsemetéket ültettek önkéntesek. Juharfákat ültetünk, jelenleg 25 darabot, de terve van még az, hogy nem csak Bonyhádon, hanem a környéki településeken is még nincsen leegyeztetve, de várhatóan ilyen 3 számjegyű, akár 500 darab fát is fogunk még novemberben ültetni. Ezt követően a hét elején a bonyhádi termálfürdő előtti zöld területen 6 darab facsemetét ültettek el a családok az önkormányzat által szervezett életfa program keretén belül. Azért tartom fontosnak, hogy ez a program meg gyökeret vert, hogyha már a fás példánál maradhatunk, mert ugyan Bonyhádon már nem születhetnek kisbabák, de akik ide születnek Bonyhádra, azok így együtt cseperednek ezekkel az életfákkal, és talán a kötődésük is ehhez a városhoz hosszabb távon, vagy akár egy életen át megmarad. Mivel az elmúlt egy évben 82 bonyhádi gyermek született, ez év végéig még további 69 darab fát ültetnek el a családokkal közösen Bonyhádon.